Egy település olyan, mint egy ember, mondta a tárlatot megnyitó Lehotelm János esztéta. Akkor kezd élni, ha megtellik szellemmel, tartalommal, ha képes másokat is inspirálni. Gendli Major elszigetelten létezett évtizedeken át, de ilyen helyé változott a művésztelepnek köszönhetően. Amióta létezik a művésztelep, azóta megállunk ennél a kis falunál, és Nagykanizsa 7 kilométerrel nagyobb város lett. Sőt, 700 vagy 7000 kilométerrel nagyobb város lett, mert elkezdett ide vonzani embereket, egyrészt Malajziából, Kuwaitból és Spanyolországból, másrészt pedig a Városkapu körútból és a belvárosból. A művésztelep megálmodója a Ludwig házaspár. Számomra azt hozta ez a sorozat, vagy ez a majdnem 20 év, hogy odaállok egy alkotás elé, megélek egy pillanatot, de ugyanabban a pillanatban megélek 100, 1000 vagy akár millió évet. A kiállított képek között találhatók olyanok, amelyek a felnőttek számára is nehezen értelmezhetők. A gyerekek teljesen másként közelítenek az alkotásokhoz, mondta a szervező. A gyerekek sokkal jobban ráéreznek az absztraktnak a mondani valóira, a sugárzására, mint a felnőttek. Hiszen ők még nem lettek elrontva, még nem tanultak olyan fajta művészettörténeti ismereteket, vagy művészeti ismereteket, ami irányítaná őket. Őket csak a tiszta gyermeki lélek irányítja. A 24. Ludwig Nemzetközi Művésztelep május 29-én nyitja kapuit.